Szeretettel köszöntök mindenkit! A mai napi új szövetség íge az apostolok cselekedeteiről írt könyv negyedik fejezetében van megírva, a 11. és 12. verset olvasom. Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy ötezerre nőtt. Mi a szél? kérdezte valaki egyszer egy tengerésztől. Nem tudom pontosan, de ki tudok feszíteni egy vitorlát, hogy belekapaszkodjon és vigye a hajót. A Szentlélek titkát sem értjük pontosan, de azt tudjuk, hogy életre kelt és bátorságot ad Jézus istenségének a megvallásához. A felolvasott ige szakasz arról szól, amikor már vége annak a rózsás időszaknak a felhőtlen napoknak, heteknek, amit a Szentlélek kitöltése után megéltek az apostolok és az első gyülekezet. A pünkösdi csoda, a megtérők, megkeresztelkedők a közös úrvacsora, imák, egymás támogatása, a tanítás, amelynek minden szava jó földbe hullott mag, a gyógyítás, a meggyógyult Sánta örömtánca megváltozott élete. Csodálatos, de ennek a korszaknak vége. Hirtelen börtönben találják magukat az apostolok. Vannak ugyanis, akiket bosszant, hogy tanulatlan halász emberek tanítanak Istenről. Vannak, akiket zavar, hogy ezek az emberek a feltámadással tanítanak, mert hogy ők abban nem hisznek. És vannak, akiknek megvannak az eszközeik ahhoz, hogy hűvösre tegyék az őket bosszantókat. De tényleg vége van annak a szép korszaknak? Nem egészen, mert Péter újabb beszéde után, amíg ők a börtönben ülnek, újabb megtérők csatlakoznak a fiatal egyházhoz inkább bonyolultabb, komplikáltabb lesz ez a kép. Hiszen lesznek olyanok, akik nem bűnbánattal válaszolnak arra, hogy Jézus miattad halt meg, hanem fenyegetéssel, hogy ha ezt mondod, te is az ő sorsára juthatsz. A bűnbánat a szent lélek ajándéka, Isten kegyelme. A feltámadásban hinni is a Szentlélek ajándéka is Isten kegyelme. Bátornak lenni a börtönben szintén az. Szemébe mondani a Jézust megfeszítőknek, hogy ti öltétek meg. Szintén Istentől kapott kegyelem és bátorság. Ráhangolódni, szólni, amikor szólni kell, hallgatni, amikor hallgatni kell, tenni, amikor tenni kell. De szóval, tette, a hallgatással mindenképpen Krisztust hirdetni, vezettetve lenni belülről kifelé élve, a lélek által meghatározottnak lenni. Ezt kezdték el tanulni az apostolok. És ennek tanulói vagyunk mi is nap mint nap, Jézus mai tanítványai. Ámen.